Tisztelt Császti úr! A mai napon eljöttünk gyászolunk, sorstársainkért, akik már nincsenek köztünk, őket gyászoljuk és emlékezünk rájuk. Ők már nem bírták tovább, mit is, a bankok lelki terrorját, ami a halálba kergette őket. A bankok bűncselekményét már nem bírták tovább, és a politikusok, közjegyzők, végrehajtók ebben pártolják őket a mai napig. A magyar büntetőjog szerint bűnvádolás büntetendő. Ezek az emberek, akik már nem állnak itt köztünk, még élhetnének. De önök gyilkosok. Igen, lehet szó szerint venni, mert önök hosszú halált mértek rájuk, belekergették fájdalmas tettükbe. Előtte már a kínok kínját érték át. Gyermekek maradtak árván. Milyen életük lesz nekik? Kérdezem öntől, tükörbe tudnak még nézni? Ki lesz a következő közülünk vajon? Sokunk nem bírja már, én, ők, ki lesz a következő? Minket nem megmenteni kell. A banki szerződések semmisek, csalások, egyenlő bűncselekménye. A magyar BTKB-ban pontosan le van írva, a felelősek bűnhődjenek, és akik nem teszik, és esküdtettek le, ellenlegesen a bűnpártolók ugyanúgy felelősek és bűnösök. Nem bírjuk tovább, akik itt állunk most, és sokan több ezen, akik már nem jönnek, mert belebetegedtek. Lehet ők is, ők lesznek a következő áldozat. A politikusok megválasztásuknál esküdtettek. A népet szolgálják így, esküjük többszörösen megszegve, a mai jövő nemzetét halálba kergetik. Meddig engedhető ez? Miért lehet ez egy állítólagos demokráciában? Igen, én még itt állok, de szégyen vagy nem. Megfordult a fejemben, hogy én is feladom. De még küzdök, és tudja miért? A gyermekeim szemébe nézek, az a verőt. Én itt a gyász közepette arra szeretném kérni a magyar rendfenntartókat, akik ma biztosítják a vonulásunkat, hogy az ilyen császtiféléket kell letartóztatni, és rájuk kell rátörni az ajtót, nem a magyar állampolgárokra. Önök tisztelt rendvédelmi dolgozók arra tették az esküt, hogy szolgálnak és védenek minket, nem a császtiékat és a hasonló rablókat. Köszönöm. Mindenki foglalja el a helyét az autóban, és megyünk a következő címhelyre.